Franz már ismerkedik a tréningezés alapjaival, és láthatóan nagy élvezettel mutatja be tudását a Nyíregyházi Állatpark közönségének. A 2 éves fiatal fóka tavaly érkezett Sóstófürdőre. Franz még csak az alapgyakorlatokat tanulja egyelőre, ugyanakkor nagyon igényli a törődést és a foglalkozást, úgyhogy a gondozóknak naponta 4 alkalmuk van rá, hogy törődjenek vele, játszanak vele, és hát ilyenkor már egyszerűbb feladatokat is tanulgat, például az integetést. Gino és Leon 2007-ben érkeztek Sóstóra, több éve ők a Nyíregyházi Állatpark fókasójának sztárjai. A bemutatón az állatok felváltva dolgoznak, trénereik kézjelekkel mutatják, hogy melyik fókát érdemes figyelni. A park oroszlánfókái jelenleg több mint 50 gyakorlatot tudnak. A látványos sóelemek mellett az állatorvosi vizsgálatok elvégzését segítő feladatokat egyaránt elsajátították, így az úszólábúak önként vesznek részt a különféle beavatkozásokon. Egy-egy feladat betanítása típusától függően 2 héttől 1 évig is tarthat. Ugyanúgy, ahogy az embereknek, Gino-nak és Leon-nak is megvannak az erősségei, illetve a gyengeségei. Például Gino nagyon szereti a labdasportokat, illetve a labda egyensúlyozást, labda kihozatalt egyebeket, ő ebben nagyon ügyes. Ugyanakkor viszont Leon sokkal fittebb, mondjuk úgy az ilyen gimnasztikai gyakorlatokat jobban tudja megcsinálni, tehát ő tud például kézen állni, illetve föl tud teljesen egyenesedni. Az állatpark kaliforniai oroszlánfókái szívesen játszanak egymással és a gondozóikkal, oktatásuk is hihetetlen játékos természetükre épül. Trénereik pozitív megerősítést használnak, haldarabokkal jutalmazzák őket egy-egy jól sikerült gyakorlat után. Hétlapjukon többek között a hering, a makréla és a tintahal is szerepel.